csinálok egy ilyet, és akkor kell sokkal hangosabban, hogy szóljon a szilofon, jó? Még egy utolsó egyeztetés, aztán elkezdődött az újévi koncert főpróbája Nyíregyházán. A szabolcsi megyeszékhelyen 33. alkalommal csábította a Szabolcs Koncert fúvó zenekar örömzenélésre a közönséget. Ehhez Bakó Levente karmester könnyed, vidám darabokat válogatott össze. Január 1-én mindenki szeret pozitív szemmel nézni a jövőbe, hát legyen ennek egy nagyon jó hangulata. Tehát a klasszikus keringőn kívül, meg az éppen mögöttem hallható Rossinit Elvil most fantázián kívül, klasszikusok nem annyira szerepelnek, inkább olyan népszerű világslágerek, amik tovább folytatják azt az örömteli hangulatot, amit szilveszterbe elkezdtünk. A nyíregyházi újévi koncertet flashmobok és táncos produkciók tarkították, hol mazsorettek, máskor pedig táncosok egészítették ki a zenei darabokat. A táncosok között a legfiatalabb fellépő 4 éves volt, a koreográfia pedig pontosan illeszkedett a zene hangulatához. Hallgatom a zenét, becsukom a szemem, és úgy előttem van ez az egész, hogy itt vajon hogy is fog kinézni. A legnehezebb szerintem az a része, hogy mikor már mindenki ott van, és sikerült mindenkinek a próbára eljutnia, és utána a finom dolgokat már megcsinálni. Nyíregyházán 33. alkalommal köszöntötték az új évet zenével és tánccal. Ez a produkció mindig megújul, mindig színes, láthattuk már a kezdés is ezzel a flashmobbal, újszerű volt. És hát a zenei élmények mellett ez az újévi koncert alkalom arra is, hogy már az újév első napján személyesen találkozhassunk, és személyesen adjuk át egymásnak jó kívánságainkat. Azt gondolom, hogy valamennyien túl vagyunk az adventi karácsonyi időszak visszatekintésén, értékelésén, a családdal együtt töltött pihenés időszakán, és most eljön a tettek ideje, amely általában az újévi tervekkel, célok megfogalmazásával kezdődik. Így van ez az önkormányzatnál is, hiszen már decemberben elkezdjük a város költségvetésének az előkészítését, és holnaptól indul a munka, annak érdekében, hogy január végéig a város ezévi költségvetése is összeálljon. Az idei koncerten közreműködtek a nagymúltú Vikár Sándor Zeneiskola fúvósai és két helyi zenekar, a Polyp Band, valamint a Jazzy 287 formáció is. Itt csaknem 150 zenész és táncos szórakoztatta a közönséget.